Sziasztok sportársak, szeretettel köszöntelek benneteket újra itt a Fitkes stúdió karanténjában. Folytatódnak az edzések a ti kérésetek alapján. A múltkori átmozgató edzések után most már egy konkrét, alapozó edzéssel foglak várni benneteket, felépítve tematikusan 6 blokkban. Minden egyes blokk különböző izomcsoportra fog edzést nyújtani számotokra, ezeket a blokkokat összegyúrva és külön-külön is tudjátok majd használni. A bemelegítésről ne feledkezzetek meg az edzés elején, és a nyújtás a végén ne maradjon el. Fogadjátok szeretettel ezt az alapozó csomagot! Sziasztok sportársak! Szeretettel köszöntelek benneteket ma is. A mai blokkunk has és kar erősítés lesz. Fogadjátok szeretettel, természetesen kezdhetjük a bemelegítés után. Első feladat. Rákállásban karhajlításunk van, és közben húzni fogjuk váltva a lábat. Egy kicsit rak kijebb a talpadat, mint hogy magad alá van húzva, jó? Mert úgy egyszerűbb lesz húzni a lábat. Tehát egy hajlít, egy húz, egy hajlít, egy húz. Figyelj arra, hogy nem a csípődet emelgeted, hanem a könyöködet hajlítod, jó? Tehát hajoljon az a könyék, és húzzon a láb. 8-8-at húzunk, tehát 16-ot hajlítunk. Ha esetleges soknak érzed, természetesen csinálhatod kevesebb ismétlés számmal, és akár könnyítheted azzal, hogy csak húzod a lábadat. Ha esetleg nem elég erős a karod, akkor ragd le a fenekedet, és csak húzd a lábad. Jó? Akinek pedig megy, az tovább folytatja a hajlítást és a húzást. Na, még egy utolsó. Figyelj, mert itt nem lesz meg pihenő, mert minden kar után jön egy hasizom. A feladat 20-tól, régi jól ismert lebegő ülésből 20-tól. Akinek esetleg ez nehéz, az alkartámaszra jön, és kicsit magasabban 20-tól. Jó, akinek megy, az akár a karját is elengedheti, és csak 20-tól. 8, gyerünk! 7, 6, 5, 4, 3, 2, lerak! Szuper! Megyünk tovább! Maradunk lent rákállásba. Ez lehet, hogy arra fog gondolni, hogy nem fog menni, pedig menni fog, csak meg kell találni a helyes kivitelezési módot. Csípőd mellé lerakod a tenyeredet, talpadat lerakod, és megemeled a fenekedet. Itt fogunk hintázni, előre tolod a csípőd, és próbálod hátra tolni a kezed között. Nem kifogás, hogy nagy a fenekem, mert akkor is át kell, hogy menjen, jó? Nagyon sokszor hallom, hogy bezzeg, nekem leért, nekem is leért, de át tudom tolni, jó? Mert olyankor egy picit megemelem. Jó? Még 4, 3, 2, és lerakod, és már is jön a hasizom. Ami fölemel a láb, húz, tol, visszahúz, nyit, zár, tol, húz, nyit, zár. A cipőnek a belső élét, mintha össze lenne ragasztva, nem nyitott szét, és bekapcsoljuk a belső combokat is a hasizom mellé. Húz, tol, nyit, zár. Ha esetleg ez nehéz, akkor vagy szétszeled és csak húzod, tolod, vagy esetleg lerakod a fenekedet, és csak így nyit, zár. Jó, idősebbek nyugodtan csinálhatják úgy is, na még 2. Szuper! Megyünk tovább. Megyünk le kéztámaszba. Itt a kar és a has is dolgozni fog egyszerre. Azért jók ezek az összetett feladatok, mert egyszerre ugye több izomcsoportot dolgoztatnak meg. Mutatom a könnyített verziót. Megtanultuk a múltkor a karhajlítást. Válszélességnél szélesebb a kar, a kezed a földön. Ne engeded. Megpróbálod megemelni a térdedet,
és kifordulni egyik oldalra, vissza középre, és a másikra. Jó? Akinek megy sima fekvő támaszba, ő úgy csinálja. Négyet-négyet fordult, tehát csak négy karhajlításod van. Egy pillanatra megállítod, és nagyon szépen dolgoznak a törzs, ferde hasizmok is. Ilyenkor. Na az utolsó. Lent, fönt, kifordul, és a másik. Nagyon ügyes vagy, ha esetleg nem megy a kifordulás, semmi baj. Csináld csak a női fekvőtámaszt, és a női fekvőtámaszból próbáld meg egy kicsit kifordulni, és csípőre tenni a kezedet, jó? Nyugodtan mehet így is. Következő feladatunk, szintén a talajról indul. Hasról fogunk indulni, bölcsőnek hívják a feladatot. Kinyújtod a kezedet és a lábadat, megemel a törzs és a láb, és megpróbálod elérni a cipődet, vissza és lerak, jó? Ebből van 8 darab, a könnyített verzióba, a nehezítettből, föltolod a kéztámaszt, és úgy mész vissza a bölcsőbe. Nagyon jó! Még 2 helyett 3, gyerünk! Utolsó! Nagyon jó, nem pihenünk. Hanyat fordulsz, tarkóra teszed a kezed, bal lábad fölhúzod a talajra, húz a jobb láb préssel, 16 darab. Még 8. Négy, három, kettő, kinyújt, 16 pici, megpróbálod megérinteni a cipőfűződet, 8, 4, 3, 2, szuper, megismételjük ugyanezt a másik oldalra, 16 darab 20-tól. Tudod, ilyenkor figyelsz a levegőre, minden présnél fújod ki a szádon, és szívod be az orrodon, mikor mész le. És közben feszít a hasfal. Fönt a láb, és 16 pici. 8, 7. Örülök, hogy ma is velem tartottatok. Gyertek legközelebb is. Kedves egészségetekre! Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előrehozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. 3-szor. Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, válkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele, hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll,
Keresztbe magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik. Lapockád közébe teszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!